fideszes és a balliberális vezetési önkormányzatok is permanens törvénysértést követnek el, amikor megtűrik a településeiken, hogy a 21. században még mindig tucatszámra forduljanak elő olyan utca elnevezések, amelyek a kommunista rendszer szolgálóiról vagy a vörös terrorhoz kapcsolódó szimbólumokról emlékeznek meg. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 14. szakasza kimondja, hogy a 20. századi önkényuralmi rendszerekhez kapcsolódó személyekről, kifejezésekről semmilyen közterületet nem lehet elnevezni. Ezt a jogszabályt szegik meg azok az önkormányzatok, akik továbbra sem változtatják meg például a kommunizmus legsötétebb időszakát idéző Leninről, Marxról, Ságváriról, Frankelleóról vagy a Tanácsköztárságról elnevezett utcáikat. Ezekkel az utcanevekkel nem csupán a kommunizmus áldozatainak emlékét sértik meg, hanem az ott lakókat is, akik szintén lehetnek a kommunizmus kárvallottjai. Ifjúsági szervezetünk szerint a kommunista utca elnevezések helyett olyan magyar hősökre kellene megemlékeznünk ezekkel az utcanevekkel, akik példaképek lehetnek a jövő generációja számára. Példaként javasolnánk az 56-os pesti srácokat, akik középiskolásokként, egyetemistákként szálltak szembe a vörös terrorral egy szabad Magyarországért. A Mi Hazánk ifjai a kommunizmus áldozatainak emléknapjához közeledve figyelemfelhívó akciót indít a kommunista utcanevek átnevezése érdekében. Valamint országszerte az érintett önkormányzatokhoz fordulunk hivatalos kérvénnyel, hogy állítsák helyre a törvényes rendet, és cseréljék le a 20. század legvéresebb ideológiájára utaló utcák neveit településükön. Legyen ez egy közös alap, tegyünk végre pontot ennek a régóta húzódó ügynek a végére, hiszen ez erkölcsi kötelességünk. Vesszen a vörös terror minden maradéka.